Halász Gábor az ötödik menetben ezzel az ütéssel térdeltette le ellenfelét, és védte meg immár tizedik alkalommal VFC jövét, és búcsúzott el profi pályafutásától. A szombaton megrendezett Harcosok éjszakája elnevezésű rendezvényen a küzdősportrajongók szinte megtöltötték a szekszárdi sportcsarnok lelátóit is küzdőterét, hogy szemtanúi legyenek a Fisherman, azaz Halász becenévre hallgató ökölvívő címvédő meccsének. Bár a bajnok nem itt tervezte a meccs végkimenetelét, mégis örül, hogy sikerre vitte a küzdelmet. Ki szerettem volna boxolni, de az elején nagyon sokat akartam, nagyon görcsös voltam. Az elmúlt napok eseménye és itt a DMA meccsem előtti történések is lefárasztottak agyilag, és talán ez miatt is nem úgy ment, hogy kellett volna a bunyó. A koronavírus lecsengése után 3 év kihagyással rendezték meg a küzdősportgálát, ami jó alkalmat szolgáltatott arra is, hogy a profi ökölvívó letegye a kesztyűket, és az utánpótlás fejlesztése fordítsa tudását és idejét ezentúl. Viszont tovább a klubot, én mondjuk az Unió Box címnek az elnöke, Novák Gyuri az edzőm, és ketten csináljuk tovább. Visszük, a fiatalok jönnek. A jubileumi gála egyben a megemlékezésről is szólt. Egy perces néma csenddel adóztak Rász György, a paksi ESE edzője, Dékány Roland, az esemény egyik megálmodója, valamint Vas Krisztián, a szekszárdi Maori team alapítója és edzője emléke előtt.